2016 óta most látogatott először uniós tagállamba a fehér orosz elnök. Alekszandr Lukasenka Ausztriába érkezett, a politikust az osztrák államfő Alexander van der Bellen fogadta a reptéren. Sebastian Kurz osztrák kancellár tavaly márciusban járt fehér Oroszországban. A Minszki vezetés viszonya évek óta rossz a nyugati országokkal, az emberi jogok fehér oroszországi helyzete és a politikailag másként gondolkodók elleni támadások miatt. Közös a célunk Ausztriával, ami a keleti partnerség fejlesztését illeti. A regionális együttműködés átfogó, rugalmas, hatékony eszközeként tekintünk rá, amely hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és az EU szomszédainak biztonságához. Ugyanakkor az is hangsúlyozandó, hogy ez a partnerség nem jelenthet veszélyt harmadik felek érdekeire, fogalmazott a fehér orosz elnök. Az előző, szintén Sebastian Kurz vezette osztrák kormány külügyminiszterének évelején kiadott közleménye szerint céljuk szorosabbra fűzni a szálakat Fehér Oroszországgal, mint egy az EU, Oroszország és Ukrajna között húzódó pufferzónával. Неважно, какая причина популярности или